akkor kicsit a korszaknak az elejére visszatérve akkor a harcművészetnek a helyzetéről mesélni. Igazából annak nem sok értelmét látom, hogy ilyen vége hosszan nincs iskola neveket, meg iskola alapító neveket sorolják föl nektek ilyen egy kilométeres szamuráj nevek kövessék egymást, de úgy nagy vonalakban szeretném azt elmondani, hogy alakulnak ki a harcművészeti iskolák. Magának egy harcművészeti iskolának a születéséről volt szó a múltkor. Ugye ez a Nakavajos tanár úrnak a szempontjai, azok elég jó szempontok, ahol ugye kellett egy zseniális alapító, kellett jó technika, és kellett ennek a tanításának a módszere. Nagyjából ez a három dolog együtt volt, akkor egy iskola létre tudott jönni. Na most az iskolák az edokor elejéig azt lehet mondani, hogy talán egy két tucatnyi harcművészeti iskola van Japánban. Ettől kezdve viszont ezek megszaporodnak, hihetetlen mértékben megszaporodnak. Hogy pontosan ezt a folyamatot nem látjuk, tehát nem születtek folyamatosan felmérések, hogy ezt tudnánk nézni és látnánk, hogy hogyan fejlődik. Az első, igazából a japán történelemben az első nagy felmérés, ami a harcművészetekről szól, és ami a 18. század elején állapotokat rögzíti, az a, erről már szerintem beszéltem, egy Hinatsu Shirozaemon Shigetaka nevű szamurájnak a munkája volt, amit általában Honcho Hugei Shodennek szoktak nevezni, amelyből a Honcho azt jelenti, hogy japán, a Hugei az harcművészet, egyébként a Shoden pedig rövid történet. Tehát a japán harcművészetek rövid története címet viseli. Megjegyzendő, hogy a korban még nem így hívták, hanem Kanjo Shodennek nevezték, amelyből a Kanjo az évnek a neve, amikor íródott. Ez 1716-ban készül ez a kiadvány, és ezekből kapjunk egy első általános képet arról, hogy ekkor a 18. század elején hogyan néz ki a japán harcművészetek világa. Az bizonyosnak Shigetaka az első, de Hinatsu Shigetaka az első, aki egyfajta osztályozását végzi el ezeknek a harcművészeteknek. Ő 9 ágba sorolja őket. A 9 ág pedig, ugye abban a sorrendben, ahogyan ő a könyvében említi őket, a Heiho, ez stratégiát jelent, tehát ilyen katonai tudomány. A Shorei, ez ceremóniát, a tiszteletadásnak a tudományát jelenti. Shaijutsu, ez íjászat. Bajutsu, mint lovaglás. Kenjutsu, nem kell fordítani, talán kardhívást jelent. Sōjutsu, ez lándzsavívást jelent. Hōjutsu, ez puska. A puskának a művészete volt, a lőfegy, tűzfegyvernek a művészete. Azután kokuszoku, illetve kempo, ami jujutsu. Tehát ez a kilencet írtam? Igen. Tehát ez a 9 harcművészeti ág volt elkülönítve a 17. századnak a végén, 18. századnak az elején. Ugye ezek közül, hát kettő a mai felfogások szerint igazából nem számítana harcművészetnek. Ugye a Heiho az a stratégia tudományát jelenti, ami ebben az időszakban már meglehetősen formalizálódott. Tehát itt már tényleg nem arra kell gondolni, hogy mondjuk hogyan kell praktikailag egy ütközetet fölépíteni, hova helyezi el az ember az egyes egységeit, tehát nem valami gyakorlatias tudományra kell gondolni, hanem igazából a Heiho kifejezésnek a, hát a történetét, hogyha megnézzük, akkor ez a 15. században Gumbai Heihoként bukkan fel először.
amelyből a gumbai, az a, ezt a harci legyezőt jelenti. A harci legyezőre nem úgy gondoljatok, mint amikor arra szolgál, hogy fejbe csapkodjanak vele embereket és megölni. A harci legyező az egy ilyen, vagy ilyen formájú legyező, egy farúdon két ilyen papírlap volt, és ezt a tábornokok használták arra, hogy irányítsák fel a csapataikat. Tehát egy ilyen korabeli japán csatár, ideális a tábornokot át valami dombon, és akkor ha jobbra mutatott, akkor jobbra mentek a csapatok, ha balra mutatott, meg balra mentek a csapatok. De ez azért már a 15. század után sem így volt, de a gumbai heiko kifejezés kifejezetten erre utal. Ezek tulajdonképpen a, ahogy mit tartoztak ide ebbe a tudományba, például a jelek, amiket a legyezővel adott. Ugye meg volt a jele annak, hogy előre nyomulás, meg volt a jele annak, hogy adjatok neki, fiúk, meg annak, hogy most mindenki fussan erre rá. Még azt mondom, hogy nem mutatták be arra az oda jel, hogyha visszanéztek, és már nem álltott a dolgok. Tehát a gumbai helyokként alakul ki. Aztán ebbe igazából olyan dolgok tartoznak bele, mint például, hogy az ütközetek előtt ilyen kötelező ceremóniák milyenek. Hogyan kell ugye inni egy ilyen áldomást a győzelem, aki reményt győzelemre. De ebben volt benne például az is, hogy ha jó sikerült a dolog, és győztünk, akkor utána egy ilyen kicsi morbid, de a korban fontosnak tartott ceremónia volt, hogy az ellenséges vezérek levágott fejeit megvizsgálták, megtekintették a győztes oldalnak a vezetői. Mindennek a ceremoniális háttere volt a helyó, amit így neveztek. Ez igazából ebben az időszakra már egy ilyen kicsit hadtörténet, kicsit hát ilyen eléggé elméleti hadviselésé változik. De a harcművészetek egyik fontosságaként tartották számon. A sorei az tiszteletadást jelentett. Ez gyakorlatilag a ceremónia művészete, ha úgy tetszik. Orszabarra gyűlről beszéltünk, hogy az mind a mai napig nem annyira ijász iskola, mint inkább ilyen rej, tehát ceremónia iskolaként van nyilvántartva. Sajnos, hogy az íjászatot jelent, ennek ugye több ága volt, gyalogos íjászat, lovas íjászat, bajjutsu a lovaglás, a kenjutsu az ilyen kardívása. A kenjutsu alá tartozott azért több minden más is, tehát például a battu, tehát a kardkirántás művészete, a kodachi, tehát a rövid karddal vívásnak a művészete részben ide volt sorolva, ugye nyitó, tehát akkor két karddal harcoltak, tehát ennek volt azért több alfaja. A sojutsu az láncsavívást jelentett. A naginata az egy kicsit kint volt ebből a rendszerből. A naginata az egy olyan hát kiegészítő tudománynak volt tekintve ebben a korban már, amelyet inkább hozzácsapva kenjutsu vagy hozzácsapva sojutsuhoz tanítottak. A hojutsut ma már csodálkozunk ezen, de nagyon fontosnak tartották, ez volt a puska használatának a művészete mind a mai napig. Hát ma már azért nem olyan sok van belül, de fönnmaradtak ilyen hojutsu iskolák. Ha kíváncsiak vagytok rá, nézzetek meg ilyen bemutatókat a interneten, szerintem sok hozzáférhető. Ez ma már tisztán látványosan, tehát ilyen Koryu fesztiválok kivonul néhány ilyen öreg japán bácsi, full szamuráj páncélra öltözve, ilyen nagy muskétákkal, ilyen tölcséres csövű, mint a Lunszerz, amelyeket hordott, és akkor ilyen évszázadokon át kifinomított mozdulatokkal ugye fölporozzák, megtudták a harcot, és akkor bum, lőnek egy nagyot, és a boldogan füstös arccal megtudnak, és elmennek, tehát ma már ez azért így nem lehet érezni azt, de ugyanakkor tök világos, hogy a 17. században ez egy nagyon is élő harcművészet volt, hiszen a puskához azért érteni kellett, azt lehet mondani, hogy egy ilyen puskának a karbantartása meg amiket bánni kellett vele, azért nem egy meglehetősen bonyolult dolog volt. Aztán persze ebben is kialakultak az iskolák, akik körülbelül abban különböznek, hogy a kanócot azt a hüvelyk és a mutató új vagy pedig a mutató és a középső új között fogja is. Tehát késhegyi menő vitákat folytattak arra, miért jó az egyik és miért nem jó a másik. A kokuszoku, ez eredetileg rövid karot jelentett, de a kokuszokuból lett az, amit a későbbiek során már inkább kumiucsinak hívtak. A kokuszoku egyébként egy olyan sajátos harcművészet jár, aminek a létrejötte az egy iskolához, a Takenouchi-ryúhoz köthető. A Takenouchi-ryút úgy is szokták tisztelni, és ez teljesen jogos, hogy a legelső jiu-jitsu iskola. 1532-ben jön létre, még a 16. században.
És eredetileg ez egy rövidkardos küzdelmet tanító iskola volt. Páciával öltözöttek el elképpen rövidkardra való küzdelmet, de mivel a rövidkard ugye azt teszi szükséges, hogy közel menjen egymáshoz a két harcoló fél, ezért a Kokuszoku iskolában, a Takenouchi Ryu-ban elkezdenek tanítani egy Koshino Mawari-nak nevezett. Koshino Mawari, ami azt jelenti, hogy a csípő forgatása, nevezett tudomány, ami már tulajdonképpen ilyen páncélos virgózásnak tekinthető, és ebből fejlődik ki később a Humiuchi-nak nevezett páncélos virgózás. Ugye ez a klasszikus japán jiu-jitsunak egy ilyen fontos álma. Ugye egész más technikák szükségesek hozzá, mint a civil ruhában történő birkózáshoz, hiszen például az átemi nem volt annyira jellemző, hiszen minek is van az ember valakinek, aki páncél van, vagy csisakja van, viszont a ilyen kibillentések azok nagyon hatásosak voltak, mert amikor egy ilyen páncélből öltözött figurát kibillentettek, akkor az utána nagyot esett és nem állt föl. Tehát ez a Kokuszoku iskolákat szokták a jiu-jitsu ágának is tekinteni. A kempo ugye az írásaik szerint ökölharcot jelent, de valójában nem valamiféle kínai boxot kell elképzelni ez alatt, bár ugyanaz az írásaik, mint amit a kínai boxra használtak, de ez csak amiatt van, hogy a japánok annyira oda voltak mindenért, ami Kínából jött, hogy ezek az emberek ugye kempónak szerezték nevezni, tehát ilyen kínai típusú ökölvívásnak nevezni azt, amit csináltak, de ez lényegében jiu-jitsu volt. Tehát pusztakezes küzdelem és még sok minden más. Tehát ez a kilenc ág az, amit a Kanjo Shoden felsorol, és ezekben sorolható iskolák jönnek létre a 17. században. Ugye ezeknek a harcművészeti iskoláknak a létrejötte az nagyjából annak a megnövekedett közönség igénynek köszönhető, hogy ez az elkülönített szamuráj réteg az országban, ez ugye kötelezően kellett, hogy tanulja ezeket a harcművészeti, vagy harci, kötelezően kellett, hogy a harci tudásban művelje magát, és az ő ennek az igénynek a kiszolgálására nagyon sok ilyen iskola alakul ki. Ebben az időszakban még egy ilyen klasszikus félreértés az, hogy az egyes hanok, tehát az egyes daimyo birtokok fönntartottak volna ilyen kifejezetten iskolákat. Ilyesmi akkor még nem volt. Az első ilyen han iskolák, hankónak nevezik őket, azok majd csak a 18. század végén jönnek létre, ekkoriban még nem voltak. Viszont az kétségkívül igaz, hogy az egyes hanok, azok igyekeztek mint egy a han kulturális kincsének tekinteni a náluk működő híresebb iskolákat, különösen azokat, amelyek máshol nem voltak fellelhetők, és ezért már ekkor a 17. század végén, a 18. század elején megjelenik az odomeriu fogalma, ami azt jelenti, hogy ilyen helyi stílus, vagy úgy is lehet fordítani, hogy a határokon megálló stílus, tehát amit nem engedtek ki határokon túlra. Egy-egy ilyen odomeriu az nem volt oktatható a han határain kívül, és nem volt megmutatható senkinek, aki nem a hanhoz tartozott, tehát nem a adott hannak a szamurája volt. Leghíresebb, ha mondjuk a jiu-jitsu-ban gondolkodunk, még én azt ismerem, hogy a legjobban az leghíresebb ilyen odomeriu az a kanze Shosho Odeiru nevű jiu-jitsu iskola. Kanze Shosho Odeiru, ez szép neve van neki. Ez egy nagyon régi jiu-jitsu iskola, amit Észak-Japánban, Morioka-hangon tanítottak, mind a mai napig fönnmaradt. 1979-ben azt hiszem kulturális örökségé nyilvánították, tehát az egyik legrégebb és legértékesebb jiu-jitsu iskolának számít. Na most ezeknek a harcművészeti iskoláknak a jellege, hogy milyen volt, ezek egyre inkább úgy kezdenek működni, mint hát olyan intézmények, olyan magániskolák, amelyek amellett, hogy oktatnak egy a harci tudást oktatják, másik nagyon fontos szerepük az volt, hogy megélhetést biztosítottak az illető családnak, amelyik fenntartotta őket. Ez a fejlődési folyamat a 17. század közepétől már kifejezetten észrevehető, és soha meghatározza utána a működésüket.
Egy-egy ilyen iskolának az élén a szókenak, vagy más kifejezéssel, ilyen motónak nevezett iskolavezető áll. A szóke egyébként ez a... írásjegy. A szókéből a szó az templomot jár. Tehát tulajdonképpen templomi családként lehet fordítani, de ez egy embert jelentett a iskolának a vezetői. Ennek a értelme és az eredete az, hogy ez egy régi kínai kifejezés, és a régi Kínában az ősök tisztelete nagyon fontos volt, és minden kínai család, ilyen kiterjedt családnak volt egy templom, ahol annak a családnak az őseit tisztelték. Na most az a több ága volt ennek a családnak, és az az ág, amelyik ezt a templomot gondozta, azt hívták úgy, hogy Szóke, és az volt a központi család, ugye a rengeteg ág közül az volt a legfontosabb. Ez Japánban egy ilyen iskolavezetőként lesz átértelmezve. A Szóke vagy az Iemoto volt az iskolának a vezetője, aki hát célszerűen az alapítónak volt, maga volt az alapító, vagy az alapító leszármazottja volt. És ahogyan ezek az iskolák fejlődnek, úgy legalább akkora erőfeszítést tesznek abba az irányba, hogy magas szintű tananyagot tanítsanak, és kiváló tanítványokat képezzenek, mint abba az irányba, hogy valamiképpen az iskolának a kontinuitását azt a családon belül tudják tartani. Tehát ne tudjon kimenni onnan. Ez a 17. században kifejleszti a később a japán harcművészet egyik jellegzetességévé váló, hogy ez egy hiden denju szokását. Hiden azt jelenti, hogy titkos rejtett, a denju pedig átadást jelent. A hiden denju azt jelentette, hogy az iskola tanításait megpróbálták nagy titokban tartani. A tanításokat felosztották, és azok közül az általuk legértékesebbnek tartókat, azokat pedig még nagyobb titokban tartották. Ennek két oka volt alapvetően. Az egyik, hogy mondjuk ilyen cukoráig még elég sok párbaj volt az országban, és hát hogy ezekben a párbajokban a iskolának a növendékei jól szerepeljenek, az nagyon fontos volt az iskola hírneve szempontjából. Márpedig azzal is tisztában voltak, hogy ha azok a trükkök, amelyeket az iskola használ, kitudódnak, azokat megismerik, előre emberek, akikkel majd párbajozni fognak, az bizony nem sok jóra vezet. Ezért a titkosságra ez volt az egyik oka. A másik oka meg az volt neki, hogy hát itt azért elég jól képzett emberek kerültek be egy-egy ilyen iskolába, tehát meg egy karvívó iskolába kijelentkezett, az adott esetben már nagyon komoly szinten állt valamilyen más iskolának a karvívásában, ezért aztán neki nem kellett sok ahhoz, hogy le tudja venni egy mozdulatnak az értelmét. Úgyhogy ilyesmi, mint Kengaku, hogy csak hogy megnéz valaki egy edzést, nem nagyon volt jellemző, hiszen ezzel gyakorlatilag kiszolgáltatták volna az iskolának a legféltettebb trükkjeit. Aminek volt egyrészt egy ilyen gyakorlati értelme, hogy ezzel a segítségével legyőzhették volna később az iskola tanítványait, meg volt neki egy ilyen gazdasági értelme is, hogy nehogy már ingyen valaki elvigye az alapító mester által átrakott a tudást. A Hiden Denjo-nak a másik nagyon fontos szerepe, az pedig az volt, hogy megpróbálta az iskola tanítását az alapító örököseinek a kezében tartani. Jellemző volt a Hiden Denjo-ra az, hogy a legmagasabb szintű technikákat, ez jellegzetesen Gokuinek hívják, vagy hívták a japán harcművészetekben, Gokuin, mint a legmagasabb szintű technika, azt nem tanították meg senki másnak, csak aki szemet örökösnek, aki majd tovább viszi az iskolát. A különböző iskolák különböző módszert választottak, és ez meghatározta a fejlődésüket is. Volt olyan iskola, amelyik mindenek előtt direkt tartotta azt, hogy családban maradjon az örökítés. Ezt még azon az áron is megtette, hogy ha például az iskola vezetőjének a tanítványai közül ott volt a saját fia, meg ott volt mondjuk néhány másik ember, akik közül a néhány másik ember sokkal ügyesebb volt, mint a saját fia, akkor is a saját fiának adta tovább a tudást. Ebben az esetekben azt csinálták, az volt a jellemző eljárás, hogy ezeknek a nem a családhoz tartozó ügyes tanítványoknak adtak egy menkyokáident, tehát egy védbizonyítványt, és gyakorlatilag szabad kezet adtak nekik abban, hogy menjenek el és valahol máshol nyissanak iskolát. A menkyokai ennek érdekes módon volt egy ilyen szerepe is, hogy egy ilyen elbocsátó szép üzenet volt. Tehát amikor mondjuk az iskola vezető fiának már tök kellemetlen volt, hogy az ilyen helyi csetepatékban folyton megverik őt a többiek, akkor
akkor ez egy ilyen megoldás volt, hogy akkor ezeket a roppant ügyes, ám de a családhoz nem tartozó fiatal embereket egy Magic Islandnek kistafírozva megkérték őket, hogy ezt a jelentős mennyiségű tudást, ami összegyűlt a fejükbe, most valahol máshol próbálják kamatozni. És ezek nyilván új iskolákat alapítottak, ami az iskolák szaporodásához vezetett. Az iskolák különböztek abban, hogy hogy is mondjam, akartak-e egyfajta ilyen trademarkot csinálni az iskola nevéből, vagy nem. Volt olyan, amelyik kifejezetten jóra tartott. Ez ilyen volt, mint a Yagyu iskola. A Yagyu iskola engedélyezte általában ezeknek a nem a családhoz tartozó, de ügyes embereknek, hogy az általuk létrehozott új iskola nevéhez tegyék hozzá a Yagyu elnevezést. De az egyik leghíresebb ilyen a Yagyu Shingaryu iskola, amelyiknek a vezetője az nem a Yagyu családhoz tartozott, egy Araki nevű ember volt, de ő neki engedélyezték azt, hogy az iskolája nevéhez a Yagyu nevet hozzáillesztve, mint egy a Yagyu iskolák családjához tartozónak tekintse magát. Más iskolák ezt nem engedélyezték, azt mondták, hogy az iskola neve az tabu, az csak az egy iskola használhatja, ilyenkor teljesen más névvel éltek tovább az iskolák. Ugye olyan is volt, ahol valamiféle alágnak fogták föl ezt az iskolát, az új iskolát, ilyen volt az Omaha Ittoryu például, vagy a Gotoha Ittoryu, ezek mind a Ittoryunak voltak az aliskolái. Ezek a módszerek igazából mindig a iskola vezetőinek a döntésén alakultak. Ugye voltak olyan iskolák, ahol viszont úgy gondolták, hogy a technikai tudás és a technikai tudásnak a lehető legnagyobb foka az mindenek fölött áll. Ezekben az iskolákban jellemző volt az, hogy ez fölülírta még a örökösödést is. Tehát, hogyha valaki nagyon jó volt a tanítványok közül, valaki felülmúlta mondjuk a iskolavezetőnek a családját, akkor vagy örökbe fogadta őt, és bevette a családjába, és nekiadták az iskola vezetését, vagy pedig nekiadták az iskola vezetését. Számos ilyen példa is van. Ugye, ha az iskola vezető fiú örökös nélkül halt meg, akkor ez szintén egy gyakorlat volt az iskola vezetését átengedni valakinek, aki nagyon jó volt, de a családon kívül ilyenben számít. Ha egyokori iskoláknak a szókéinek a névsorát nézzük, akkor nagyon sok ilyet látunk, hogy mondjuk elindul a Shibukawa családban az átadás, és aztán néhány generáció után váratlanul megjelenik mondjuk a Maeda család, és akkor ők viszik tovább a leszármazást. Aztán valamikor a 19. században egy újabb család érkezik, és az viszi tovább, és hozzá mondjuk a mai napig. Ezek mind ilyen kényszerű váltások miatt voltak. Az edokori iskoláknak a működésére jellemző volt az, hogy a tanítványokat elég komoly ilyen belépési procedúra alapján vették föl. Ennek része volt az, hogy esküvőlevelet írtak velük, amelyben ugye mindenféle dolgot meg kellett fogadniuk. A tagdíj rendszeres befizetésének azt nem egyébként az nem volt jellemző, de például, hogy ugye mindenben betartják a iskolavezető utasításait. Nem adják ki a technikát, ez nagyon fontos volt, hogy olyan viselkedést fognak tanúsítani, amelyik ugye hát az iskola tekintélyét fönntartja, és nem mennek bele csetepatékba, nem párbajoznak, és egyáltalán nem rosszalkodnak, hanem jó viselkednek, hát így, amire iskolába járnak. Ez utóbbi időben ezt már itt furcsálják Japánban is, hogy erre miért volt szükség, de azért még sok olyan embert ismerünk, akik így a 50-60-as években foglalkoztak harcművészetekkel Japánban, és ez még egészen más világ volt. Ugye a én Aikido mesterem gyakran mesél, hogy a 60-as években viszonylag rendszeres volt, hogy a rendőrség hozta vissza a tanítványokat, akik éppen valami kocsmai verekedésbe keveredtek, illetve hát számos tanítványáért a fogdára kellett elmennie, hogy onnan kiváltsa őt. Ma már ez, a kendóban ugyanez volt, azt mesélték nekem kinti kendó mesterek, hogy a 60-as évekbeli kendó klubok azok még kicsit keményebb helyre számítottak, mint a maiak, minden tekintetben. Még ez úgy Japánban is igaz általában. A harcművészeti iskolák alakulásában ugye ezt a 9 ágat nagyjából fölírtam, ezek mellett ugye számos fegyver létezett még. Ebben a korszakban nem úgy tekintettek ezekre a fegyverekre, mint amik meghatároztak egy iskolát. Tehát az iskola az nem a fegyverhez kapcsolódott. Az iskolák sokkal inkább ilyen általános harci tudás
képzőhelyek voltak. Ezeket egy ilyen mai szóval, ez egy maki tanár kifejezés volt, Soho Bujitsu-nak nevezzük. Soho azt jelenti, hogy általános, amelynek az volt ugye a jellegzetessége, hogy igyekeztek mindent tanítani. Nem volt ritka az, hogy 10-15 féle tananyag volt az iskolában. Kardvilás gyakorlatilag mindenki tanította. Edokorban gyakorlatilag alig van olyan jiu-jitsu iskola, amik ne tanított volna kardvilást. Hiszen a kardvilás az egy olyan dolog volt egy szamurájnak, ami teljesen alap. Általában a lándzsa, a naginata is elég jellemző része volt a művészetnek. Ezen kívül aztán voltak olyan inkább egyes ágakra jellemző eszközök, ugye, mint például a kardió iskoláknál a kardkirántás, az egy ilyen jellegzetes dolog volt, de a kardkirántás, mint ami, a kardkirántás egy ilyen közelharc tudásnak volt tekintve, azt kifejezetten a jiu-jitsu iskolák is átvették. Sok olyan jiu-jitsu iskola van, amelyek kardot nem, de kardkirántást azt tanítottak. Mert hogy az ő koncepciójuk ez belefért, hogy a jiu-jitsu az közelharc oktatására szolgál, és így a battó, a kardkirántás az belefér. Jellegzetesen ezek közül az iskolák közül ugye a jiu-jitsu a legbonyolultabb, meg a legtöbb mindent tartalmazó ág, amit mint mondtam, hogy a kempónak nevezték eredetileg, aztán később többféle elnevezés is élt már rá. Sok jiu-jitsu iskola megtartotta a kumi-uchi kifejezést a küzdelemre vonatkozóan. Ugye ez eredetileg páncélban történő küzdelmet jelentett. Aztán a 17. század elejétől a jawara, ami ugye a jiu-jitsu-nak a Julia-nak a másik olvasata, elterjedt, jawara jutsu-ként is emlegetik. A jiu-jitsu is jellemző. A jiu-jitsu iskolák sokszor olyan tudást is próbáltak tanítani, ami az edokornak a békés viszonyai között volt hasznos egy olyan szamuráj számára, aki el akarta látni a feladatát. Ezért például a elfogásra kötözés technikát jellegzetes jiu-jitsu elemnek számította, ezt Taiho Jitsu-nak, vagy Nava Jitsu-nak is nevezték, a Nava Jitsu kötözés elem. Jellegzetes jiu-jitsu tananyag volt a úgynevezett Mitsudogi, a Jitte. A Mitsudogi, ezek ilyen, inkább ilyen rendőri eszközök voltak már. A Mitsudogi az, nem tudom, láttatok már ilyet, három ilyen láncsaszerű eszköz. Az egyik az egy ilyen, mindegyik tompa, egyik sem egyes, az egyiknek egy ilyen sarlószerű dolog van a végén, a másik úgy néz, mint egy gerebje, egy ilyen tolólap van az élén, a harmadiknak meg egy ilyen kampó, azt szodegárminak hívták. Ez ugye hosszú nyelvük volt, ezt akkori rendőrök használták, az akkori rendőrök eszközei voltak, egy ilyen hát egy bűnöző elfogásához hasznos eszközök, ugye az egyikkel ezzel a kampószerű eszközzel általában a lábát tudták kivenni, és ugye megbotlasztani őt, ezzel a tolólapos eszközzel leszorították a földre, a szodegára, ami a szode az a ruhaujját jelenti, azt pedig ilyen ruhaujjába beakasztva tudták lerántani őt, tehát ezek ilyen rendőri eszközök voltak. A jitte az egy ilyen formájú, ilyen nyéllel ellátott fa vagy fém eszköz volt, aminek egy ilyen kampó volt az egyik oldalára szerelve. Ennek az volt ezzel kifejezően a kardos támadónak a puszta kezes és a kardos támadót életben hagyó lefegyverzésének volt az eszköze. Ugye lehetett a kardcsapást hárítani, lehetett majd a kampónak a segítségével ki lehetett csavarni a kezéből a kardot. Tehát mind megjelentek a jiu-jitsu eszköztárában. Olyan speciális fegyverekkel is ugye sokat lehet találkozni, mint például a jinkama, ami főleg a 17. században volt jellemző. A jinkama az ilyen kötélnek a végén levő kampó. Ugye, aki látott már ilyen kosztümös galantrimet, az mindig tudja, hogy a várfalra úgy jutnak, hogy földobnak egy ilyen kötélre ellátott kampót, aztán fölmásznak és belülről jól elfoglalják a várat. Ez ugye eszedetlen jinkama. Ennek volt egy művész.
művészetnek volt egy kezelési módja. Később a kusarigama, ugye a kusarigama az ilyen ninja fegyverként van számon tartva, de a kusarigama kifejezetten egy olyan eszköz, amit a korabeli jiu-jitsuban, a korabeli harcművészeteknek a fővonalában is ismertek és használtak. És aztán később mindenféle furcsaság megjelenik. A 19. században már a kaszadori, a esernyővel való küzdelem, meg más hasonló dolgok megjelennek. Ugye jellemzőek lesznek az úgynevezett rejtett fegyverek, a shuriken például. A shuriken az ilyen tenyér, azt jelenti szó szerint, hogy tenyér mögötti kés, tehát ilyen tenyér mögé rejtett késnek a használata. A koppó elterjed, ami ilyen életpont támadásokat jelent, tehát hogy hogyan lehet úgy megütni az ellenfelet olyan ponton, hogy az harcképtelenné váljon. Tehát nagyon sok féle lesz. Ami fontos, hogy ezek a olyan igazából nem is emlékszem olyan esetre, amikor egy-egy ilyen nagyon speciális dologra egy külön iskola alapult volna. Általában a különböző iskolák igyekeztek minél több területen nyújtani képzést, de mint ahogy azért olyan ember ritkán van, aki egyszerre mindenhezért, ezért eléggé jellemző volt az, hogy minden iskolának volt erőssége, meg mondjuk így mindenkinek volt erőssége. Tehát mindenki tudta, hogy a ilyen-ilyen iskola az mondjuk 8-féle dolgot tanít, de igazából naginatában a legjobbak, a legerősebbek. Tehát aki mondjuk naginatát szeretne tanulni, annak oda érdemes mennie. És így tovább. Tehát az ilyen specializációk már akkor is léteztek. Jó, most nagyjából a végére értem az időnek is, meg a mondani valónak is. Majd később még lesz szó ilyen külön iskolákról, mert arról még azért fogunk beszélni. Most inkább úgy általában szerettem volna arról beszélni, hogy hogy néztek ki ezek, miért jöttek létre és hogyan működtek ebben a korszakban. És akkor hát szokásosan a kérdéseket várnám, hogyha ha van. Hát így lefújok kettőt. Semmi. Mintha medicinatnátok kapcsolatban. Kicsit üldögél és nézegetik. Jó, hát a semmi, akkor köszönöm szépen.